Kedves nézők, Nagy Családosok című műsorunkban megérkeztünk Antal Miklós és Szabó Andrea családjához, ahol bármelyik pillanatban befuthat az apuka és kisfia. Nos, ezt a pillanatot várjuk, utána pedig elbeszélgetünk velük. Pedig ismerkedjünk meg mi is velük. Érdekes történet a megismerkedésetek, igaz? Hát nem hétköznapi, bár egyre többen folyamodnak ehhez, tehát tulajdonképpen én legalábbis a saját érzéseimről beszélhetek. 37 éves voltam, amikor váltam. És akkor úgy éreztem, hogy atya, úristen, hogy fogok én magamnak partnert találni. Mármint nem azért, mert annyira partnerre vágytam, de a fiaimtól kaptam egy utasítást, hogy mikor már ugye az első bőgéses időszakon túl voltunk, hogy anya, légy szíves, keres nekünk egy pótapukát, lehetőleg olyat, aki nem hagy el minket. Ez volt az utasítás. Aztán az egyik barátnőm, unokahúga mondta nekem, hogy ugyan Andi, regisztráltás kereső oldalra, maximum jót szórakozol, kapsz egy rakás bukot, kicsit felerősíti az összetört lelkedet. És én ilyen tök lazán regisztráltam egy társkereső oldalra, és egy nagyon jó kis kereső programja van, beírja az ember, hogy ő milyen, mit tart fontosnak, milyen típusú partnert keres. És akkor beírtam az igényeimet, természetesen kezdettől fogva vállaltam azt, hogy gyerekeim vannak, mert úgy gondoltam, hogy sőt, még poénkodtam is rajta, hogy én ilyen akciós termék vagyok, hogy egyet fizet, hármat kap, és megtaláltam a Mikit is a kínálatban, írtam neki, aki valami olyan volt a szlogenje, hogy nem szeret pötyögni, már mint a gépelésre gondolt, hanem a személyes találkozásnak a híve. Hát megírtam neki, hogy ha velem szeretne megismerkedni, ez annyira nem lesz egyszerű. Ugye Topolya meg Budapest között azért ez annyira nem könnyen összehozható. Hozzáteszem azt, hogy elnéztem a térképre, és megnéztem, hogy hol van Topolya, de először nem Bácska Topolyát kerestem meg, hanem Szerbiában létezik egy Topolya, és ránéztem, úristen, milyen messze van, de aztán ugye kiderült, hogy hát Istenem, közelebb. Persze lehet, hogy az sem lett volna akadály. Nyilván az sem lett volna akadály. Na és akkor ott elkezdtünk levelezgetni, Skype-on felvettük egymással a kapcsolatot, ott már a beszéden keresztül is azért csak jobban meg lehet ismerni egymást, meg nehezebb megjátszani magunkat, meg eleve megbeszéltük azt, hogy nincsenek fölösleges körök, tehát nincs értelme annak, hogy hűítsük egymást, mert ha az ember akar még valamit kezdeni az életével, vagy esetleg egy közös családot alapítani, akkor biológiai óra, ketyek, stb. Tehát nincs értelme annak, hogy olyan nagyon húzzuk egymást, úgyhogy mi bevállaltuk azt, hogy azok vagyunk, amik vagyunk, és nem játszottuk meg magunkat. És érdekes dolog, mert pont akkor szervezett a Kishegyesi Iskola egy tanulmányutat, nem is tudom, tehát testvérkapcsolatot mentünk ápolni éppen Isaszegre, meg közben a budapesti 16. kerületbe, mert ugye a Rúzsa Magdi oda költözött, és így a két település között testvérkapcsolat áll fönn, és akkor, ha már mentem, akkor összefutottunk, és ott mind a két nap találkoztunk, amikor, tehát napközben mentem az iskola által adott feladataimat realizálni, este pedig tudtunk randizni, a kollégáim külön odafigyeltek rá, hogy atya, úristen, Andi, te most kivel fogsz találkozni, úgyhogy el se engedtek a randira, hanem a Mikinek kellett oda jönni, hogy ők megnézzék, hogy biztos, hogy elmehetek én ezzel a fiatal ember, és áldásukat adták rá mind a hárman, akik ott voltak az iskolából. Én elismerem azt, hogy rizikós interneten ismerkedni, de én úgy gondolom, hogy ha nagyon nem arra hagyatkozik az ember, hogy ez végig, meg először azt javaslom mindenkinek, hogy nyilvános helyen találkozzanak, meg ilyesmi, mert azért
érdekes emberekre is rá lehetne futni, de tehát ő volt az első, akivel megpróbáltam kapcsolatba lépni, tehát én voltam a kezdeményező, mert engem nem talált volna meg. Mert az ő szűrőjén az volt, hogy budapesti nőt keres, hát ez így akkor így nem működött. Úgyhogy, de, és akkor elkezdtünk levelezni, fotót küldtem neki a gyerekekről, baromira beléjük szeretett így kezdettől fogva, nekem is szimpatikus volt Peti, mert nagyon fontos volt szerintem mind a kettőnknek az, hogy el tudjuk fogadni egymás gyerekét. Mert ha ez nem működik, akkor ott nincs miről. Tehát hiába vonzódik két ember egymáshoz, hogyha nem képes a teljes családdal együtt elfogadni. És akkor ez nálunk így bejött. Az egyik gyermekkel beszélgetek, mégpedig Teodorral, becenevén Teddyvel. De tulajdonképpen annyit tudunk rólad, hogy hatodikos vagy, többit pedig mondd el. Igen, a Nikola Tesla általános iskolában a volt tanítónénim, őt Cirok Csillának hívják, az osztályfőnökön pedig Nagy Dénes. És milyen osztályod van? Elég erős osztály vagyunk. Idénre egy kicsit legyöngültünk, mert elég néhányan nem veszik komolyan. De tavaly elnyertük az iskola legjobb osztálya címet. De te annál inkább komolyan veszed a tanulást és az aktivitásokat is, igaz? Hány aktivitásod van? Meg tudod számolni így a két kezeden? A két kezemen nem tudom. Azt hiszem éppen egyel több, azt hiszem éppen per pillanat 11 dologra járok, de nem tudom pontosan. Ezek közül nem is tudod kiválasztani, melyik a kedvenced, igaz? Hát nagyon szeretek angolra járni, meg a aurórára is, meg báb szakkör és színjátszó szakkör. Ezeket szeretem a legjobban. Ezen kívül mire szoktál még eljutni, ha van időd? Kórusra, de oda csak azért, mert muszáj. Akkor arkuszra, amit szintén szeretek csinálni. Akkor ez mellett biológia verseny, és szeretnék menni nyelvtan versenyre is. A többit nem tudom még, de van. Tehát a humán tantárgyak, a nyelvek, azok igazán ott vannak, előtérben vannak helyezve nálad, és természetesen a zene is. Hisz mondod, hogy kórusra is jársz, ha bár azt nem igazán szereted, de jársz zeneiskolába is, pontosabban zongorázni tanulsz. Most egy kicsit zongorázol a nézőknek is, hogy mindezt te hogy teszed. Mint említetted, hogy a zenén kívül még szavalni is szeretsz. Erről egy kicsit bővebben. Hát szoktam járni versenyekre is. Aki felkészít, az Gazsó Hargita, az Aurora vezetője. És akkor most hova készülsz? Most a Tóth Ferenc szavaló versenyre. És itt van az alkalom, hogy ha már tudod a verset, akkor szavald el. Varró Dániel, Szösznéne. Fönt, a Maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, ott ül a teraszán Szösznéne. Ott ül a teraszán vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dudorászva egy ózsdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Hogyhogy sosem tetszik berekedni a nagy dudolásban Szösznéne? Hogyhogy a köszvény, hogyhogy az összvér nem szegi kedvét Szösznéne. Hát, tudjátok, ez úgy van, gyerekek, nálam csupasz ez az asztal, a kerebet, csupasz ez a tévé, csupasz ez a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz van a nokedlin, szösz van a hajamon, a fülemen, a szöszömen. Összvér, köszvény, semmi sem búsít. Nem szegi semmi se kedvem. Köszönöm.
Futottak a takarítók a teraszhoz, sipítoztak már is. Szösz néne, csupasz ez a függöny, csupasz ez az abrosz, nem lesz ennek rossz vége? Csupasz ez a nyugdíj, csupasz ez a tajszám, szösz van a porcica kunkori bajszán. Szösztelenítsünk, portelenítsünk, föltakarítsunk, szösz néne! Fönt, maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még, te meg én, dudorászik a teraszon szösz néne. Szösztelenítés, portalanítás, feltakarítás. Kösz, még ne. Az imént említetted, hogy sok mindent csinálsz. És mit csinálsz itthon ebben a nagy családban? Itthon? Hát én szoktam lepakolni az asztalról, és együtt szoktunk tálalni. Tehát ez nagy segítség, gondolom, édesanyádnak. Igen, meg szoktunk vigyázni a Lilire is. Mit jelent neked Lili itt, ez a pici baba? Hát néha elég idegesítő, de amúgy jól kijövünk. Egyedül akkor vagyok nagyon mérgesre, amikor elkezdi húzogatni a hajamat, vagy megtépi az arcomat, vagy pofozgat, de amúgy jól vagyunk. Akkor hogy is van nálatok ez a testvéri kör? Mutasd csak be őket. Van az öcsém, Leon, akkor van a mostoha testvérem, de vele is jól kijövünk, úgy nézek rám, mintha testvérem lenne, ő a Peti, meg van a féltestvérem, ő a Lili. Igen. És akkor most megkérdezzük a Leontól, hogy mit szerető ebben a családban csinálni. Leonhoz, aki az imént, mielőtt ezt a beszélgetést csináltuk volna, nagyon szépen gitározott nekünk. Szeretsz gitározni? Igen. Mit érzel, amikor gitározol? Hát... Miért jó hangszer ez a gitár? Mit tudsz elmondani vele? Hát, mert ez szépen hangzik a gitár, és én hát épp ezért nagyon szeretek gitározni. Negyedik osztályba jársz? Melyik iskolába? A Nikka Galateszlába. És szereted a sportot is? Hát, igen. Melyiket? Hát a focit, meg szoktam lábtenészezni, de az ahhoz tartozik a foci az is. Hát én nem is hallottam még lábtenészről. Az milyen sport? Nehéz? Hát az a lényege, hogy olyan, mint a tenész, csak azt lábbal kell, és kisebb a háló, kisebb is. Hát igen. És nézed a televízióban is a foci mérkőzéseket? Igen. Szoktam nézni őket. Akkor nem tudok, melyiknek drukkolsz, kinek drukkolsz, ki a kedvenced, a példaképed? Hát, foci csapat vagy játékos? Mind a kettő. Hát a játékos az Ronaldo, a foci csapat meg hát Bayern München meg... Tehát a németek, igaz? Hát igen, meg a spanyol... hogy is így. Igen, a Real Madrid. És mondd meg nekem azt, hogy te itt vagy ebben a nagy családban. Mennyire szereted a testvéreidet? Mit szeretsz velük csinálni? Nagyon szeretem őket, és játszani szoktam velük. Például Lilivel mit játszol?
Hát vele fogócskázni szoktam. És akkor milyenkor nagyokat nevet, igaz? Igen. Hát általában nem fogod meg. Hát igen. Úgy csinálod, hogy ő legyen a gyorsabb. Most a féltestvéredhez megyünk, Petihöz, és akkor megkérdezzük Petit, hogy ő valójában hogy érzi magát itt a testvérei között. Kérlek, mutatkozzál be. Antal Péter vagyok, 11 éves vagyok és 5-es. És itt vagy most jelen pillanatban Topolyán, de különben hol töltöd a hétköznapokat? Budapesten, ott lakunk. Budapesten lakunk, Káposztásmegyeren, egy lakótelepen anyával. És amikor ide jöttél Topolyára, akkor hogy tetszett, meg hogy zártad szívedbe ezt a várost? Miért tetszik Topolya? Azért tetszik Topolya, mert itt vannak a féltestvéreim, meg a testvéreim, meg a szerintem már pótanyukám, meg a lapukám, ide szoktunk jönni. Meg persze a többi rokonok, akik itt vannak. És a Topolyán így különben, amikor elmentek így kirándulni, sétálni, akkor mi az, ami szívesen ellátogatsz, ami szívesen megnézel? Például, ami szívesen megnézek, a Paraszolimpia. Szívesen elmegyek a Tejnek meg a Leónak az unokatestvérékhez, olyan vidékre, ott vannak tehenek, tanyára, meg még szeretek jönni többi rokonokhoz, és hát még sok minden van. És már a Leon előtted, meg a Teddy elmesélte, hogy mit szeretnek még az iskolán kívül tenni. Te mivel foglalkozol a tanuláson kívül? Én szoktam aikidózni, sportolni. Szoktam ugye reggel fölkelni, szoktam minden nap játszótérre menni Pesten, meg minden második hétvégi napa elhoz Topolyára. És akkor itt Topolyán mit csinálsz? Itt Topolyán a családdal vagyok, szoktunk kirándulni néha, szoktunk közösen ebédelni, meg szoktunk nyaralni is, meg telelni is néha. És mennyire nehéz sport ez az aikido? Hát nem nehéz, csak meg kell tanulni a módját. És mi a módja? Az a módja, hogy vannak ugye szabályok, amiket be kell tartani, meg kell tanulni az önvédelmet, el is kell tanulni néha esni. És mit gondolsz, miben segít téged ez majd a továbbiakban, ez a sport? Mire tanít meg? Arra tanít meg, ha mondjuk egy ember ki akar rabolni, akkor ne raboljon ki. Mondasz valamit? Daddy! Jó, táncolnak a fiúk, ugye? Hogy mondod, hogy srácok? Kiabálj csak nekik egy nagyot, hogy srácok! Hogy szoktad? Most pedig sikerül leülni a szülőkkel is. Nem tudom, meddig. Kilessük, mikor, melyiküknek támad valami ötlete? Négy gyerekkel találkoztunk, az imént már beszéltek, és most pedig valamit a szülők is. Az anyuka. Hát milyen érdekes család vagyunk, mármint olyan szempontból, hogy patchwork család vagyunk, tehát szoktuk mondani, hogy összesen van négy gyerekünk, biológiailag nekem három, neki kettő, ez összesen négy. Ha valakinek matematikai problémát okoz, ez utána számol, hogy lehet. Úgyhogy meg a Lilivel is szoktunk poénkodni, hát a Lili a legkisebb csemetünk. Ő 20 hónapos, és hát ő is ilyen matematikai érdekesség, hogy részben ő első gyerek is, második is, harmadik is, és negyedik is. Az első közös gyerekünk, a Mikinek a második gyereke, nekem a harmadik, így összesítve meg a negyedik. Úgyhogy ezt annak kapcsán, hogy ugye sokszor lehet olvasni arról, hogy a születési sorrend mennyire határozza meg a személyiségünket, a szociális kapcsolatainkat, meg ilyen dolgok, és ennek kapcsán vetődött föl ez, hogy most akkor a Lili hanyadik? Ugyanígy a Peti egyke is, ha a anyukája családját nézzük, itt nálunk meg ugye nagy családból való gyerek, és ő is nagyon szépen be
alakult és megtanulta ezt a társas létet, ami kezdetben nem volt neki túl egyszerű, hogy egy képből középső gyerekké alakulni, azért az neki elég nagy kihívás volt, de egész jó össze csiszolódott a csapat. Tehát mind a kettőnknek második házassága a jelenlegi, reméljük az utolsó is, úgyhogy nekem volt az első házasságomból két fiam, a férjemnek egy fia, úgyhogy így van három fiú, és telt múlt az idő, figyelembe vettünk sok mindent, és akkor aztán így szoktuk azt is mondani, hogy a Lili last minute gyerek, ugye 40-en túl vállaltuk, és a fiúk nagyon azon voltak, hogy de neki kellene még egy tesó, meg azt is, hogy lehetőleg kislány, hát ezt természetesen nem tudtuk megígérni. Aztán itt utána jártunk orvosok erre arra, hogy hát mit lehet tenni, és akkor én őszintén így az esélytelenek nyugalmával mondtam azt, hogy jó, egye fene, próbáljuk meg, mivel hogy a fiaim születése körül voltak problémák és veszélyeztetett terhes voltam, meg több éven keresztül próbálkoztunk műtétek sokasággal, meg ilyenek, és én most azt mondtam, hogy így ennyi évesen már hormonterápiát, meg semmi ilyesmit nem vállalok, ha naturba jön a gyerek, akkor jön, akkor örülünk neki, ha nem, akkor ennyi. Ezt Miki is elfogadta, gyerekek meg szurkoltak, és a három hónap, amit én adtam, a második hónapban a Lili megfogant. Szóval ő ilyen szempontból tiszta csoda. A nőgyógyászom azóta is ezzel vigasztalja a meddőségre kezelt anyukákat, hogy ami elvileg lehetetlen, mert hogy a labor eredményeim alapján lombik programhoz se fognának hozzá. Ehhez képest a Lili tök természetes körülmények között összejött, és köszöni szépen, jól van. Az imént beszélgettünk a fiúkkal. Peti elmondta, hogy nagyon jól érzi magát itt Vajdaságban, Topolyán, és az apuka. Én is részben ezért is, mert a Peti is nagyon jól érzi magát Topolyán, de egyébként is nagyon jól érzem magam. Azt mondhatom, hogy teljesen laza, oldott hangulat, illetve annak örülök nagyon, hogy Peti tulajdonképpen, hát hogy nem tudom milyen szakszóval kell mondani, talán szocializálódott arra, amit Andi elmondott, hogy több gyerekes családban, ugye korábban ő egy gyerekként volt velünk, és ezt csak ismételni tudom, hogy mennyire örülök neki, hogy teljesen beilleszkedett, a fiúk is nagyon befogadóak, mármint Andinak az első házassága volt Teddy a Leon, úgyhogy azt mondom, hogy fair, nagyon fairként kezelték egymást, és nagyon jól beilleszkedett ebbe a csapatba, és a fiúk is nagyon jól befogadták őt, és fordítva is, tehát kölcsönös volt az egész. Sőt, olyannyira, hogy pótanyuka címet adott Andinak a Peti, és gondolom a fiúk is pótapukának neveznek. Igen, szerintem ez így van valóban. Erre büszke vagyok, azt mondhatom, és Andi is büszke lett rá. Most éppen szülés szabadságon vagy, és utána visszamegy a munkahelyedre, amely micsoda? Kishegyesen dolgozom szakmunkatársként, pedagógusként. Tehát kisgyerekkoromtól kezdve úgy gondoltam, hogy valamilyen tanügyes pályán fogok kikötni. Aztán az, hogy pszichológus leszek-e, vagy matek tanár, vagy tanítónéni, vagy a végén pedagógus, ez ilyen változott szakaszonként. De tulajdonképpen az, amiből kimaradok az iskolában a területemet illetően, azt megpótolom a táncoktatással. És az apu modell foglalkozik, amikor nincs a családjával? Gépészmérnök végzettségem van, és különböző ilyen ásványvíz és üdítőt a palackozó üzemekben szoktam dolgozni. A hét nagy részében külföldön vagyok, és tehát meg kellene arra, hogy állítsam be azokat a gépeket, amik felhelyezik a kupakot a palackra. És hát kicsit egyszerűnek tűnik a dolog, de azért nagyon sok dologra oda kell figyelni, hogy jól működjön, és a vevő az úgy kerüljön, hogy tökéletes a termék. Úgyhogy ezzel foglalkozom tulajdonképpen a hét folyamán. A hétvégén pedig a család igaz így teljességében, összességében. Így van. Minden hétvégén, tehát minden második hétvégén Petit hozom, vagy Budapesten vagyunk, vagy itt Topolyán hétvégén, és így, tehát hétvégén teljességében a család. Aki korábban még csináltam olyat, hogy a munkahelyi
úgymond maradékot elhoztam haza, de úgymond azt látom, hogy helyesnek, hogy nem szabad, hanem mindent be kell fejezni hétközben, és teljesen a családnak kell élni hétvégén. Mert akkor nem mehet rendesen a családra figyelni. És a munkához se hagyni, de ez teljesen érthető. Kettőt külön kell választani. Annál is inkább, mivel nagy családról van szó, és egy nagy családban nagyon jó élni. Talán ajánlani is lehetne ezt a többieknek. Igen. Szóval érdekes dolog ez, mert hogy mind a kettőnknek egy-egy testvére van, sőt, mármint akivel együtt nőttünk föl, amúgy remélem, amúgy is gondolom, hogy csak egy-egy testvérünk van. Én nekem nagyon sokat jelentett, 2,5 évvel fiatalabb a húgom tőlem, és nekem hát ő a legfontosabb támaszom tulajdonképpen a szülőkön, meg a férjemen kívül a mindennapjainkba is besegít, és én valahogy mindig úgy gondoltam, hogy legalább 2 gyerekem lesz. El se tudtam képzelni, hogy egynél megállok. És tényleg, amikor a Teddy megszületett, ugye pont 2 év van a fiúk között, én úgy éreztem, hogy élveztem én, azt nem arról van szó, hogy nem, de hogy ez még egy ilyen befejezetlen ügy. És amikor a Leo megszületett, akkor azt mondtam, hogy no talán most akkor úgy oké. Tehát akkor nyilván az anyagi körülmények, meg sok minden közre játszott, hogy többet akkor nem vállaltuk, de ennek biztos így kellett lennie. Úgyhogy, de alapvetően tök jó az meg, hogyha nem ennyi éves lennék, akkor meg nem 3 császáron lennék túl, mert azért többet nem javasolnak, tehát igen, csak rémizgettek az orvosok többen is, hogy 3 az nagyon rendben van, de hogy kockázatos lehet többet vállalni, tehát mondom, hogy akkor bevállalnék sürgősen még egyet, hogy Lilinek is legyen egy korban hozzá passzoló tesója, valamiért kisugira gondolok örökké, de nem lehetne természetesen tudni, hogy micsoda, de hát mondom, hogy a koromból meg az egészségi állapotomból kifolyólag sajnos ezt így nem lehet, mert ahol őket négyüket fölneveljük, ott már most meg lenne az 5. is, de ezt erről letettünk. Mert ugye sokan hivatkoznak az anyagiakra. Tény, hogy minimálbérből nem tudom. Tehát ott tulajdonképpen az embernek saját magát fenntartani nehéz, nem pedig családról gondoskodni. Tehát beszélhetünk itt nagy családról, meg hogy milyen fantasztikus dolog, de hogy pillanatnyilag rohadt nehéz, az biztos. Mi is tisztában vagyunk vele, tehát dolgozunk mind a ketten. Ésszel kell költekeznünk, mert nem lehet azt, hogy most mikor mit tett nálunk, azért nincsen az, hogy most napi szinten nasi van az asztalon, mert egyrészt fölösleges, egészségtelen, másrészt meg köthetjük hasznosabb dolgokra is. Tehát nem azt mondom, hogy a nasi nélküliségből jutunk el nyaralni, mert nyilván nem így van, de meg az is tiszta ügy, hogy mi nem tudunk luxus nyaralásokra menni. De azt hiszem, hogy az a fontos, hogy azt az 1 hetet, 10 napot közösen úgy el tudjuk tölteni, hogy jól érezzük magunkat, levegőn vagyunk, együtt vagyunk, játszunk, egymásra tudunk figyelni, fürdünk akármi, úgyhogy, és úgy gondolom, hogy ez sokkal többet jelent, mint ha nem tudom én all inclusive nyaralásra mennénk Majorkára, vagy nem tudom. Tehát ezt nyilván nem fogjuk tudni vállalni, sem most, se később. Mert hát azért nyilvánvaló. Pláne így, hogy mi nagyon igyekszünk megadni a gyerekeknek. Tehát nem sok program, amire ők járnak, akár ingyenesek is. De nyilván azért a szülők részéről jár lemondással az, hogy a gyerekeinket megfelelően tudjuk fejleszteni, vagy fejlesztetni. És itt szeretném hozzátenni, mielőtt el tudom képzelni azt, hogy ülnek a tévé előtt olyan szülők, akik azt mondják, hogy ez a hülye pedagógus anyuka agyba főbe küldi a gyerekét mindenhová. Na most ezt én szeretném elmondani, hogy a fiúkat semmire nem én kényszerítem. Tehát ez olyan dolog, hogy a művészi beállítottságúak többnyire mind a ketten, azon kívül, hogy mondjuk a Leon imádja a matekot, és ő matek versenyekre is szokott járni, és akkor ilyenkor együtt szoktunk itthon matekozni, mert hogy nekem is a kedvencem volt a matek mindig. És tehát ők maguk vállalják ezeket a feladatokat, és akkor néha már mi vakarózunk, hogy az Úristen be lehet összehozni ezt a rengeteg programot, hogy jusson idő szabad tevékenységekre is, meg
talán tanulni, és bár azt nem nagyon viszik túlzásba egyelőre, de azt is tudom, hogy előbb-utóbb eljön az az ide, amikor majd le kell ülni, ha előbb nem, akkor az egyetemen, tehát ott már, és szerettem volna beléjük nevelni azt valahogy, hogy a rendszeresség, és a nem tudom én, hát annyira nem sikerült. De én is az egyetemen jöttem rá, hogy nem tudok tanulni. Ebből kifolyólag, mert elég volt az, hogy órán odafigyeltem, itthon maximum egyszer elolvastam, és akkor ennyi. Ennek megvan a hátránya is, ugye később az ember rájön arra, hogy hoppá, nincs munkaszokásom. És akkor ezt úgy nagyon szerettem volna kiküszöbölni. Most odáig eljutottunk, hogy megértettem velük annak a fontosságát, hogy miért jó akkor leülni, aznap megcsinálni azt a feladatot, amit felkaptunk, nem pedig egy hét múlva, mert hogy az ember elfelejti. És akkor így is amennyire szétszórtak, tehát jobb az, hogyha a hétfőn hazajöttem, megcsinálom a hétfői feladatokat, és akkor nem kell jövő vasárnap azon agyalni, hogy atya, úristen, egy héttel ezelőtt mit mondott a tanár. Tehát azért ezekre próbálok odafigyelni, de mondom, hogy amiket ők csinálnak, ezt mindent maguktól. Sőt, én a gyakorlásra se hajtom őket igazából, mert úgy gondolom, hogy amit szeretnek, azt úgyis szívvel lélekkel csinálják. Amit meg nem, az oké, okay, az iskolai kötelező programok, meg a kórus, amit a Teddy említett, tehát arról én nem tehetek, azt nyilván az iskolának reprezentálnia kell magát, és a kórus az egyik ilyen eszköze, és nyilván, hogy olyan gyerekeket fog oda berakni, akinek van hangja vagy tehetsége hozzá, ez abszolút érthető, gyerek meg tetszik neki, nem tetszik neki, tehát ezt csinálnia kell. Tehát azon kívül az összes többi dolog, amit csinálnak, azt mind ők maguk választották. És legvégül az apu, pótapu mit tudna még ehhez hozzászólni, hozzáfűzni, mit jelentenek neki a gyermekek, mit jelent neki ez a nagy család? Nekem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy amikor hazajövök, akkor a gyerekek a mérettől függetlenül a nyakamba ugranak. Ez egy nagyon jó érzés, és mondjuk reprezentálja azt szerintem a szeretetet, amit egymás iránt érzünk. Ez talán legfontosabb. Nekem legfontosabb az egészségen kívül. Szerintem a mi családunkban szeretet van, hál' Istennek szerintem egészségesek vagyunk, és ez nekem nagyon fontos. Kedves nézőink, egy igazán szeretetreméltó és kedves családnál jártunk, mégpedig Antal Miklós és Szabó Andrea családjánál. Reméljük, önöknek is tetszett a műsor és a beszélgetés. Sziasztok! A műsor a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével és támogatásával valósul meg.